Lengyel Bernadett az a jelölt, aki már akkor is egészen bizonyosan megnyerte volna a választást 2018-ban, amikor addig néhány száz szavazattal lemaradt, hogyha lett volna ellenzéki összefogás. De az ellenzéki összefogás az önmagában nem elég, mert ebben a körzetben egészen bizonyos vagyok abban, hogy Bernadett győzni fog. Az is segíti őt ebben, hogy ő egy olyan konszenzusos jelölt, akire jobb és baloldaliak is nagyon szívesen szavaznak, aki hiteles ellenzéket képvisel. De nagyon sok olyan körzet van ebben az országban, ahol nehezebb feladatunk lesz. Nálunk én magam is indulok egy választókörzetben Lázár János kihívójaként. Lázár Jánosnak 2018-ban 52%-a volt, majdnem 52%-a, tehát ott, ha összeadjuk az ellenzéket, az nem elég. Van azonban egy olyan sikeres modell Hódmezővásárhelyen, amit mindenkinek ajánlunk a figyelmébe. Nevezetesen, hogy Vásárhelyen, ha bárki jogosan megkérdezi, hogy összeadhatóak-e az ellenzéki szavazatok, mi nem csak összeadtuk, mi meg is szoroztuk. Korábban az ellenzéki pártok 6000 szavazattal rendelkeztek a városban, amikor mi 2018. február 25-én győztünk, akkor mi 13000 szavazatot kaptunk. Tehát mi több mint dupláját kaptuk annak, mint amit a pártok kaptak összesen. Miért is mondom ezt el? Azért, mert 2018 áprilisában önöknek olyan jelöltekre van szüksége, akik meg tudják nyerni nem csak a körzetüket, hanem miniszterelnök jelöltként meg tudják győzni azokat a szavazókat is, akik korábban mondjuk csak a Fideszre szavaztak. Vagy akik bizonytalanok és eddig nem mentek el szavazni. És sajnos nyilván nagyon sok régi arc, vagy akik 2010 előtti kormányzás miatt hátrányból indulnak, azok erre nem lesznek feltétlenül alkalmasok, tehát arra kérem önöket, hogy azért támogassanak engem, mert én bármire bizonyítottam, hogy meg tudom győzni azokat az embereket is, nem csak egy választáson, másfél év után, két évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyen 13500 szavazattal, tehát még 500 szavazattal többel tudtuk legyőzni a Fideszt, hasonló arányban, 57%-kal a 42-vel szemben. Ugyanez lesz a kérdés 2022 áprilisában is. Hogy tudunk-e egy olyan hiteles csapatot, az összefogás az föltétlenül fontos, az egy nagyon fontos, az előfeltétel. De még nem elegendő. Az is kell, hogy hiteles programunk legyen. Az ellenzék már most nagyon sok pontban megegyezett, és úgy látom, ezek a viták, amit hosszas unszolásra végül csak bevállaltak. Ugye múlt vasárnap volt az első, jövő pénteken lesz a következő. És most volt egyébként a nyugdíjas parlamentnél egyik kivételével az összes többi, tehát négyen miniszterelnök jelöltek ott voltunk, és ott is volt egyfajta kis vita azért közöttünk. Ezt Facebookon megnézhetik, bár csak az én hozzászólásomat filmeztük sajnos, de azt a részt mondjuk nyugodtan megnézhetik, tehát volt egy ilyen vita is, kellett volna sokkal több. Ugyanis azt látom, hogy ezek a viták ezek nem csak eljutnak akár millió, két millió emberhez is, és ez a legfontosabb dolog, hogy még a Fidesz szavazók is, amikor megnézik ezeket a vitákat, akkor meggyőződhetnek róla, hogyha Orbán Viktort le fogjuk váltani, akkor nem a migránsok jönnek, nem a kötelező homoszexualitásra nevelés fog jönni, nem a kommunisták fognak visszajönni, de még csak nem is Gyurcsány, hanem le fogjuk váltani a korrupciót, végre egy demokratikus, szabad jogállamban fogunk élni, ahol a gazdasági fejlődés is el fog indulni, és ezáltal nem Magyarország lesz az Európai Unió százalékosan legtöbb szegény embert tartalmazó országa, amely egyébként a második legszegényebb összességében is. Tehát nálunk csak Bulgária szegényebb ebben az egész Európai Unióban, és ez egy végtelenül szomorú öröksége az Orbán kormánynak. Úgyhogy ezek a viták arra alkalmasak, hogy például az a kék szalag, ami itt van rajtam és amely az elszámoltatást, a korrupció mentességet jelképezi, ez az elszámoltatás, ez ma már azt mondhatom, hogy minden ellenzéki pártnak a közös programja. És most kérek egy nagy tapsot Szél Bernadettnek, aki ezt nagyon régóta képviseli, a szalagot is viseli, de aki Hadházi Ákossal már nagyon régóta üldözi a korrupciót minden oldalon. Nem csak kormánypárti, ellenzéki korrupciót sem szeretnénk. És akkor hitelesek csak az ellenzéki pártok, hogyha minél következetesebben elhatárolódnak mindenféle korrupciótól. Én azt látom, hogy nagyon jó irányba megy az ellenzék pártjai fölvállalták az elszámoltatást, fölvállalták az alaptörvény közjogi érvénytelenségét is. Ma Karácsony Gergely is ebben a szellemben nyilatkozott már, a múlt heti vidában Jakab Péter is csatlakozott a Jobbik nevében ehhez a gondolathoz, amelyet először Vörös Imre és más alkotmánybírók és alkotmányjogászok, professzorok fogalmaztak meg, és amelyet mi is fölkaroltunk, vagy később a DK is fölkarolt. Úgyhogy én mindenképpen nagyon fontosnak tartom azt, hogy egységesül az ellenzék programja.
egy veszélyre azért fölhívom a figyelmet, hogy ebben a küzdelemben nem csak mindenki megígéri azt, amit a többi is megígér, mert ez jó. Fölfogták azt, hogy az elszámoltatás mennyire fontos önöknek, és ezért most mindenki fölvállalta. Fölfogták azt, hogy elszámoltatás is csak akkor lesz, hogyha a közjogi érvénytlenségre hivatkozva a Fidesz kizárólagos hatalmát biztosító, kétharmaddal akár kinevezett pártembereket azonnal fölmentjük a pozícióból, hiszen érvénytlenül nevezték ki. Polt Péter nem maradhat egy napig sem a hivatalában egy kormányváltás után. Ugyanígy a médiatanácsot szét kell zavarni, mert tiszta fideszes tagokkal annak egyetlen funkciója az volt, hogy az ellenzék véletlen sem kapjon például a rádiófrekvenciát. Az egyetemi kuratóriumokat úgy szintén azonnal fel kell oszlani, mert az is természetesen csak a Fidesz hatalmát szolgálta, azok az egyetemek, azok az államai, azok nem a fideszei. Tehát ezeket a lépéseket akkor lehet megtenni, hogyha kimondjuk, hogy ez az alaptörvény, ez közjogilag érvénytelen, ma az ellenzék többsége ezt már kimondta. Kimondták azt is egységesen, hogy a kommunista ügynökhatákat nyilvánosságra hozzuk, hogy a korrupció ellen csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Abban is egyetértés van, hogy az eurót be kell vezetni, ennek csak az időpontjáról zajlanak a viták, de én azt szeretném, ha minél hamarabb egy konkrét közös vállalást tenne az ellenzék arra, hogy milyen meretrend szerint fogjuk bevezetni az eurót. Az eurót még a fideszes szavazók többsége is akarja. Van egy veszélye is ennek a formálódó, tényleg nagyon pozitív együttműködésnek, azaz, hogy ez egy licit versenybe csap át, ígérgetési versenybe. Ezért most a nyugdíjas parlamentnek az ülésén én azt az aggodalmamat is elmondtam, hogy ne gondolják azt, hogy Orbán Viktort populista ígéretekkel lehet legyőzni. Populizmusban Orbán egyébként is verhetetlen, ráadásul én úgy látom, hogy az ő szavazóik inkább fognak hinni Orbánnak, mint Dobrev Klárának vagy Jakab Péternek, akik még eddig ugye nem tudták bebizonyítani, hogy az ígéreteiket betartják. Orbán Viktor eddig többé-kevésbé, amit megígért, azt megcsinálta, sajnos azt is, ami rossz. Nos, ugye azt, hogy ők hatalma fognak maradni hány évtizedekig, ugye ezt is előre megmondta, csak nem vették eléggé komolyan. Tehát nem szabad ígérgetési versenybe hajszolni az ellenzéket, nem szabad hamis illúziókat kelteni a polgárokban, természetesen a tanároknak a fizetését például rendezni kell, sőt rendezni is fogjuk. Én még abban is biztos vagyok, hogy a Fidesz is rendezni fogja. Lehet, hogy már a választás előtt. Pontosan azért, hogy a választási bukását elkerülje. Ugyanis olyan nyomás van rajta. 2018-ban egy migráns ellenes gyűlölet kampánnyal nyert a Fidesz kétharmaddal. Hál' Istennek most jobban félnek, most valami pozitívat is kellett tenni és ígérni. Önök már most is nyertesei annak, hogy az ellenzék összefogott, már most is nyertesei annak, hogy Orbán Viktor veszélyben érzi a hatalmát. Ha nem lenne összefogás, ha nem lenne komoly kihívója Orbán Viktornak, akkor nem ígért volna 200.000 forintos minimálbért, akkor nem kezdte volna visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, és akkor nem jelentette volna be, hogy jövőtől vagy jövőre adómentesek lesznek a fiatalok. Ez csak és kizárólag önök az ellenzéknek köszönhetik. Ha nem lett volna összefogás, Orbán Viktor ezt a pénzt is ellopta volna. Most kénytelen volt egy picit önöknek is adni. Ez azért van, mert fél. Fél, hogy le fog bukni. Fél, hogy meg fog bukni. Miért vett vajon most fel 1200 milliárdnyi hitelt, devizahitelt? Megint csak azért, mert fél. Úgy érzi, hogy most teljesítenie kell. Miért van az, hogy még a Gyurcsány kormánynál is nagyobb most az eladósodás? Miért van az, hogy nagyobb a költségvetési deficit, a hiány? Azért, mert kénytelen ígéreteket teljesíteni, és sajnos azt is látjuk, hogy padlás kisöprés is van, kénytelen lopni, mert attól fél, hogy jövőre már nem lophat. Kénytelen most kiosztani az autópályákat. Eddig működtethette az állam, most hirtelen oda kell adni valakinek egy barátnak 35 évre? A kaszinókat jövőre kellett volna megújítani a koncesziót, de előre hozta. Biztos, ami biztos, már most 35 évre odaadta Garancsinak és Szalai Borbolyszkinek. Ugye milyen érdekes? Nem bízik Orbán Viktor abban, hogy jövőre majd ő ezt megtehette volna? Biztos fontos volt neki már most a 35 évre bebiztosítani, hogy fideszes kézbe jussanak azok az évi 10 milliárdok a kaszinó üzemeltetésből? Egyszerűen azért, mert fél. Mindent megtesz azért, megnyerje a választást, de arra is fölkészült, hogy el fog bukni, és már most ellopja azt, amit még el lehet lopni. Nos, én azt gondolom, hogy önök tehát most is nyertesei az ellenzéki összefogásnak. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ne azért szavazzanak az ellenzékre, mert például ilyen ostobaságokat ígérünk, mint a mindenkinek ingyen. Mindenkinek ingyen adunk. Minden nyugdíjasnak adunk 150 000 forintot, ha valaki kiszámolja, hogy ez mennyi pénzbe kerül.
Mondta Dobrev Karádnak, hogy ha ez a verseny, akkor miért nem ígér 300 ezeret. De ő kiszámolta, hogy 1 millió 70 ezer forintot veszítettek a nyugdíjasok 10 év alatt, akkor miért nem ígér 1 milliót minden nyugdíjasnak? Ugye? Vegyünk fel erre hitelt. Autópálya és autóverőmű helyet adjuk oda, szórjuk szét a nyugdíjasoknak a pénzt egy ígérgetési versenyben. Ezt nem is tudjuk megtenni sajnos, mert nincs annyi pénze az országnak. Orbán Viktor gondoskodni fog arról, hogy mint 2002-ben most is kisöpörje a padlást, mielőtt átadja az ellenzéknek. Itt nem az lesz a kérdés, hogy mennyi pénzt lehet szétszórni, hanem hogy hogy lehet rendbe hozni ezt az országot gazdaságilag. Egyszer már Dobrev Klára része volt annak a kormánynak egyébként, ugye Medgyessy Péternek a kabinet vezetőjeként, amely megtette azt, hogy egy Orbán Viktor által kisöpört gazdaságot, államot, államháztartást még jobban megterhelt azzal, hogy azonnal nagyon nagyívű populista ígéreteknek megfelelően felemelte a tanárok és orvosok bérét, és ezzel csődbe vitte az országot. Nem a Gyurcsány kormány, már a Medgyessy kormány csődbe vitte az országot, és az, hogy bennünket elhagyott fejlődésben Szlovákia és Lengyelország, az ennek volt köszönhető. Tehát nyugodtan lehet szidni Gyurcsány, de valójában már Medgyessy meghozta azokat a döntéseket, amelyek miatt ez a kormány megbukott, és amelyek miatt a Fidesznek kétharmada lett. És ami miatt ma Magyarországon nincsen jogállam. Ami miatt rettegniük kell, hogyha beperli önöket egy fideszes politikus, hogy esélyük nem lesz győzni. Ami miatt, hogyha licitálnak egy mezőgazdasági földterületre, akkor önöknek esélyük nincs arra, hogy a Fidesszel szemben megkapják. Ami miatt, hogyha egy fideszes politikus elgázolja önöket az utcán, akkor valószínűleg semmi bántódása nem esik. Ami miatt egy korrupt fideszes politikust 3 éve elítéltek börtönbüntetésre, és még mindig nem vonult be a börtönbe. Balmazújváros volt polgármester asszonya. Amilyen Magyarországon nincs jogállam. Önök sincsenek biztonságban. Ezt mind-mind ott indítottuk el 2002-ben, amikor egy Fidesz által kisöpört padlásból még elkezdtek osztogatni, a nem lévő pénzt elkezdették szétosztani. Most az ellenzék nem esett ebbe a hibába. Igenis felelős ellenzékre van szükség, nem ígérgetési verseny ez. Nem arról szól most ez a változás, hogy hány százezer forintot lehet szétosztani a magyar emberek között, hanem hogy hogyan tudunk tartósan, fenntarthatóan, szabadon fejlődni. Hogy mitől lesz jobb az oktatási rendszer, mitől lesz jogbiztonság, amitől a vállalkozások itthon fektetnek be, és nem menekül innen a tőke. Még a fideszes rablók sem itt fektetik be a pénzüket, hanem viszik nyugatra. És érdekes módon nem Kínába. Nos, óvaintem tehát önöket attól, hogy mindenféle populista ígéretet figyelembe véve döntsenek. Nézzék meg azt, hogy ki mit csinált. Én büszkén vállalom azt, hogy Hódműzővásárhelyen az elmúlt 3,5 évben az ígéreteimnek immár a csak az elmúlt 2 évben, a 2 évvel ezelőtti ígéreteimnek is a 75%-át már teljesítettük. Ingyenes tömegközlekedés van egy városkártya használatával, szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be az emeletes házas környékekre, és eltöröltük az ország addig legmagasabb építményi adóját, kijavítottuk a közvilágítást, új befektetőket hoztunk a városba, és visszafizettük a Fidesztől örökölt 10 milliárdos adósság több mint a felét. Úgyhogy mi bizonyítottuk, hogy felelős ígéreteket teszünk, és azokat az ígéreteket betartjuk. Az is egy bizonyíték, nézzék meg, hogy ki az, aki meg tudta verni a Fideszt. Jakab Péter nagyon kedvesen azzal indokolta, hogy ő miért Tóth Csabát támogatja Hatházi Ákossal szemben, hogy Tóth Csaba már 2-szer nyert, Hatházi Ákos meg még 1-szer sem nyert. Tudják, ki nem nyert még 1-szer sem választást? Jakab Péter. Jakab Péter sem nyert, akkor most ő rá se szavazzanak? Tóth Csabára nem azért nem szeretném, hogy szavazzanak, mert ő nem nyert még választást. Persze, ő megnyerte azt a körzetet, és igazam van Fekete Győr Andrásnak, hogy azt a körzetet egyébként bárki, Hatházi Ákos is meg fogja nyerni. Ha ő lesz az ellenzék közös jelöltje 22-ben, Hatházi Ákos is biztosan megnyeri Zuglót. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy tudunk-e hitelesen más alternatívát kínálni, mert az emberek akkor fognak elmenni nagy tömegben 2022 áprilisában, és akkor fogják a rendszerváltást támogatni, akkor fognak az ellenzékre szavazni. Hogyha azt látják, hogy mi nem nagy tolvajokat akarunk kis tolvajokra cserélni, hanem meg akarjuk szüntetni a lopást. Hogyha mi egy hiteles, tisztességes alternatívát kínálunk. És ez nem populista ígérgetési verseny, mert azt úgyse hiszik el. Hát meg fogják nézni, hogy ki tartotta be az ígéreteit, hát aki eddig se tartotta be, az ígérhet bármit. Hogyha ez alapján szavaznánk, akkor mindenki szavazna a kétfarkú kutyapártra, mert ők ingyen sört és örök életet ígértek. De hát hál' Istennek nem ez alapján döntenek az emberek, mert több eszük van. Az ellenzéki politikusoknak is lehet és legyen tehát több esze. Ez nem ígérgetési verseny, ez hitelességi verseny. Emiatt a hitelességi verseny miatt kérem én önöket.
hogy minél többen vegyenek részt most az előválasztáson, mert a 2022-es áprilisi választás az most az előválasztáson fog eldőlni. Ha önök nem tudnak olyan hiteles versenyzőket, olyan hiteles politikusokat választani minden körzetben, mint ebben a körzetben Szél Bernadett, akkor 22. áprilisában a bizonytalan és vidéki emberek, akin a szavazás múlni fog, nem fognak elmenni. Azt mondják, hogy egyik helyet, másik helyet, ez is lop, az is lop, én ezekre nem szavazok. Ezért nem szabad Tóth Csabákat küldeni közös jelöltként a 22. áprilisi választásra, mert akkor legyinteni fognak az emberek a választásra, azt mondják, hogy ezek se lesznek jobbak. Mi mutassuk meg, hogy mi jobbak leszünk. Küldjünk tisztességes embereket, hogyha valaki azt mondja, hogy mocskos a politika, annak egyetlen egy megoldása van. Tisztességes emberek, szálljanak be a politikába, önök is minél többen segítsenek nekünk, fogjunk össze. Mutassuk meg, hogy lehet tisztességesen politizálni. Én nagyon büszke vagyok arra, amit Vásárhelyen elértem, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy én Szél Bernadettet támogathatom ebben a körzetben. Mielőtt neki átadom a szót, még egyszer arra kérem önöket, hogy minél többen vegyenek részt az előválasztáson. Bizonyára önök is hallották most a hírt, hogy egy olyan informatikai támadás érte az Ahang civil szervezet által működtetett hatpárti ellenzéki előválasztási rendszert, amelyre bár készültek támadásra, de nem ekkora támadásra, amely nem csak ezt az egy rendszert, hanem a teljes szolgáltatót, a teljes szerverparkot érintette, és ami miatt most biztonsági okokból leállították a szavazást, és azt most tervek szerint majd csak hétfő reggel fogják folytatni. Kérem, hogy ez semmiképpen ne szegje az önök kedvét. Türelemmel várjuk meg, amíg a rendszer újraindul, találjuk meg azokat az időpontokat, amikor le tudjuk adni a szavazatunkat, és mindenki, önök közül a jelenlévők, a barátaik, a szomszédaik és a rokonaik is, mindannyian menjenek el az előválasztásra, hétfőn vagy utána, van rá egy hetük. Nem kell elkapkodni. Hogyha egyik alkalommal egyik nap nem tudja megtenni, menjen vissza másnap. Ha délelőtt nem jön önöknek, menjenek este, menjenek délután. Ha hétvégre nem jó, menjen hétközben. De mindenképpen menjenek el szavazni, és szavazzanak azokra a konszenzusos, hiteles jelöltekre, akikre majd nagyon sokan akarjuk leváltani Orbán Viktor korrupt rendszerét 2022. áprilisában. Egy nagy tapsot kérek Szél Bernadettnek, és kérem, támogassanak engem is, őt is az előválasztáson. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Péter, és igazán megtiszteltetés utánad és melletted beszélni. Én borzasztóan élveztem az eddigi kampányt, ami tudom, hogy nem arról szól, hogy én jól érezzem magam, de mégis ezt kell mondanom. Ugyanis visszatért Magyarországra a demokratikus vitáknak a rendszere. Azt látom, hogy az ellenzék megvalósította azt, amiben a kormánypártok egyáltalán nem voltak partnerek az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedben sem, hogy demokratikus, egymást komolyan vevő, érvelő vitákban ütköztessék az álláspontjaikat. Én nagyon hálás vagyok azoknak a miniszterelnök jelölteknek, akik ezt vállalták, akik ezt vállalják, és azoknak a jelölteknek is, akik szerte a 106 körzetben kiállnak, és vitáznak egymással, nem személyeskedve, nem egymást gyalázva, nem gyűlölködve, hanem a térség és az ország érdekeit figyelembe véve, konkrétan nagyon sok választópolgárt inspirálva ezzel a politikába, a közéletbe való bekapcsolódásra. Úgyhogy nekem nagyon megtisztelő az, hogy ennek a kampánynak a része lehetek, és nagyon sok mindenben különbözik ez a kampány az összes többi kampányt, amit valaha is csináltam. Ez csak a mi oldalunk, hogy mi vitázunk egymással, és ott vagyunk, és csináljuk a dolgunkat. De mást látok az önök részéről is. Azt látom, hogy egyre többen kapcsolódnak be abba a folyamatba, aminek valóban 22 áprilisában, várhatóan áprilisában, de mindenképpen úgy satszoljuk, hogy tavasszán lesz a nagy pillanata, és aminek az kell, hogy az eredménye legyen, hogy Magyarországnak egy demokratikus, a jogállamiságot tisztelő, antikorrupcióban jeleskedő, nem gyűlölködő kormánya lesz. Én borzasztóan várom ezt a pillanatot, számomra az a nap ünnep lesz, a demokrácia ünnepe, és minden egyes nap, amikor fölkelek, arra gondolok, hogy ma mit tudok tenni azért, hogy ez meg tudjon valósulni. Nagyon nagy munka áll előttünk, és én arra kérek mindenkit, hogy minden nap, amikor fölkel, akkor gondolja végig, hogy mit tud tenni aznap azért, hogy változást tegyen Magyarországon. Ez lehet egy megosztás. Ez lehet egy óra, amit ad az életéből aktivistaként. Ez lehet egy beszélgetés egy úgynevezett Fidesz árva társaságában, vagy akár a zöldségesnél. Vagy lehet egy vita, amit megnéz. De tegyen valamit az országért, mert ha ezt tesszük mindenhol 106 körzetben, akkor meg tudjuk csinálni a változást.
Én még télen elkezdtem ezt a kampányt, pontosan azért, mert látni szerettem volna, hogy Pest 2-ben mire van leginkább szükség. És erről szeretnék önöknek három rövid dolgot elmondani. Az egyik az, hogy mindenhol probléma a közlekedés. Az elmúlt évtizedben mindent megígértek. M10-es, M100-as, M0 körgyűrű bezárását, de úgy, hogy mindenkinek jó legyen, alagutakban, megoldva, környezetbarát módon. Megígérték a budakeszi buszsávot, a Pátyi autópálya lehajtót, tele van a padlás ígéretekkel. Na most, én, amikor a költségvetést módosítjuk, az ország költségvetését, azt úgy hívom, hogy az igazság pillanata. Ott derül ki, hogy mire van pénz és mire nincs. A Budapest-Belgrád vasútvonalra, Paks 2-re, meg ilyen dolgokra mindig van pénz. Én beadtam például a budakeszi buszsáv ügyét. Kértem rá egy kis pénzt. A válasz az volt, hogy nem, mert Budakeszi egy gazdag település. Na azt figyeljék meg, hogy pár hét múlva, de szerintem lehet egy hét múlva, ott zötyögött a fél kormány a 22-es buszon, kamerával, mindennel, államtitkár, Pokorni Zoltánt lehozták a hegyről, hogy ők itt Budakeszin buszsávot fognak építeni. Most látom, ahogy egy akidis államtitkár megkereste a térképen Pátyot, és azt mondta, hogy ő ott lehajtót fog építeni az autópályáról. Csak azért mondom, hogy ráerősítsek arra, amit Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt itt mondott, és az az volt, hogy már most ellenzékből sokat tudunk tenni azért, hogy hogyan gondolkodjanak ők az országról, mire adjanak pénzt és mire nem. Én csak arra kérem Pest 2 lakosságát, hogy ne csak arra emlékezzen, amit most kitesztek a Facebookra, hanem arra is, hogy a strukturális nagy problémáinkhoz hogyan állt hozzá ez a kormány az elmúlt 10 évben itt a választókerületben. Kezdve azzal, hogy átszabta az egész választókerületet, mert én még arra is emlékszem, hogy olyan legyen az összetétel, hogy neki könnyebb legyen győzni. Ez milyen erkölcstelenség? Hogy úgy szabjuk a választókerületeket, hogy nekik könnyebb legyen győzni. De mi így is itt vagyunk és tesszük a dolgunkat, ezért hívjuk úgy, hogy Pest 2, mert hát van ebben Zsámbéki-medence, Pilis-Budavidék, nagyon, nagyon sokféle hely van ebben. Lényeg az, hogy különböző problémákat kell itt sokszor egyszerre megoldani, pontosan azért, mert földrajzilag különböző térségeknek az együttműködését kell megvalósítanunk. De megpróbáljuk ezt a lehető legjobban megoldani. Ami nagyon fontos, és ez, amire mondtam, hogy különféle térségek vannak együtt, ez szociálisan is igaz. Tehát a helyzet az az, és ez a második dolog, amiről beszélni akartam, hogy amikor napközben kopogtatok, nagyon sok idős ember találok otthon. És beszélgetek velük egy kicsit arról, hogy ők hogyan látják a dolgokat. Én nem ígérgetési versenyt szeretnék, de van egy elköteleződésem, és én azt meg fogom csinálni, hogyha önök ebben engem segítenek. Felháborítónak tartom azt, hogy az időskori nyugdíj minimum annyi, amennyi. Minimum meg kellene duplázni. Ez így tényleg nem megy. Azt látom, hogy 60 ezer forintot fizet ki egy asszony a patikában gyógyszerre. Igaz mondta, nem csak magának viszi, hanem a szomszédba is. De nem sokkal több ennél a nyugdíja. Miből élnek ezek az emberek? És a másik a lakhatási válság. Ez itt van velünk is a választókerületben. Szociális bérlakásra rendszerre van szükség, amiről az önkormányzatok tudnak dönteni, hogy ki az az ember, aki az adott településen meg kell, hogy kapja azt a lakást, hogy ne a híd alá menjen. Ezt látom. Megrendül az embereknek a szociális helyzete, betegség, munkaelvesztése, nem tudja kifizetni az albérlet árakat. Az egy másik történet, hogy, de arról is érdemes beszélni, hogy itt a választókerületben is budapesti albérlet árak vannak. Ha egy asszonynak menekülnie kell, mert úgy hozta az élet, bár három miniszter is illetékesnek érezheti magát, de egy se foglalkozik tisztességgel a családon belüli párkapcsolati erőszak ügyével, akkor hová mennek ezek az asszonyok? Miért nem segítjük az önkormányzatokat abban, hogy tudjanak cselekedni hatékonyan és gyorsan? Életek múlnak rajta. Úgyhogy vannak szociális ügyeink, mert vannak a választókerületnek olyan térségei, ahol nem probléma, szinte semmi, de van olyan, ahol minden nagyon nagy probléma. És ezeket meg kell oldanunk szorosan együttműködve az önkormányzatokkal. Most egy kicsit nehéz, mert a polgármesterek egy része le se hajlandó velem ülni, beszélgetni, pedig én ilyen kérdésekről szerettem volna velük beszélni. És ez a harmadik dolog, amiről szeretnék egy pár mondatot mondani. Az, hogy zöld vagyok, azt talán nem kell bizonygatnom. Pontosan tudják, hogy a természet és környezetvédelem nem csak a szívügyem, de az észügyem is. Próbálok mindenhol minden talpartnyi zöldet menteni, amennyire csak lehet. De az elmúlt időszakban én nagyon súlyos támadásokat kaptam, és kapok folyamatosan.
azért, aki én vagyok, vagy amit csinálok, vagy és ami nekik nem tetszik. Én egy dolgot szeretnék önöknek elmondani. Mindannyiunknak van tapasztalata azzal, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Azt is gondoljuk, hogy nem szeretnénk egy olyan világban élni, amely mindig és mindenhol a gyűlöletről szól. Én arra kérem a kormánypárti megmondó embereket, mert sokszor nekik adják azt a feladatot, hogy elvégezzék a piszkos munkát, hogy gondolják végig, hogy milyen felelősségük van nekik, vagy akár államtitkároknak és politikusoknak abban, hogy a közösségi médiában megállíthatatlanul terjed a gyűlölet. Milyen példát mutatunk a gyerekeinknek? Milyen példát mutatunk mindenkinek? Hogyan közlekedünk egymással? Nagyon érdekes látni, hogy amikor személyesen találkozunk, akkor nagyon sokszor visszafogottabban fogalmaznak az emberek. A közösségi médiában nem. Én arra kérek mindenkit, hogy próbáljunk egy olyan országot építeni, amely a párbeszédre, az egymásra való odafigyelésre épít, akkor is, ha esetleg nem ugyanazt gondoljuk a világról. Különböző családokból jövünk, mást hallottunk gyerekkorunkban, más a múltunk, mást láttunk a világból, esetleg más sajtót olvasunk, más tapasztalataink vannak. De akkor lesz Magyarországon rend, ha lesz egy olyan nemzeti minimum, amiben oda tudunk egymásra figyelni, ha 5 percre, 5 percre, ha 1 órára, 1 órára. És én se akarom önöket túlzottan igénybe venni. De nagyon szeretnék egy olyan kampányt, amiben érdemben tudunk beszélni egymással, akkor is, hogyha én ellenzéki vagyok, ön pedig történetesen Fidesz szavazó. És arról is sokat hallottam, hogy én mennyire gyenge, meg alkalmatlan, meg milyen jelölt vagyok. Hát ez nyilván Karácsony Gergely esetében is nagyon bejött a Fidesznek, hogy learázták mindennek. Ugye jelenleg ő Budapest főpolgármestere, a Fidesz pedig gratulált neki a választási győzelméhez. Most pedig esélyes arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, és előtte miniszterelnök jelöltje legyen, közös és konszenzusos. Ő is egy a kiváló jelöltek közül, akik indulnak. Túl azon, hogy ez a taktika nem tudom mennyire célravezető, azért fontosnak tartom elmondani, hogy tegnapi hír, hogy a térségnek a jelenlegi országgyűlési képviselője, aki velünk itt sorsközösséget vállalt hosszú 4 éveken keresztül, már megkapta a repülőjegyet Canberrába és Ausztráliába nagykövetként kívánja folytatni a karrierjét, és ha jól értem, egy államtitkár úr fog itt elindulni, akinek az első interakciója velem az volt, hogy belém kötött a Facebookon egy viszonylag bulváros hírrel kapcsolatban. Én örülnék neki, hogyha a választókerületet érintő dolgokban a jelenlegi országgyűlési képviselő az, hogyha tényleg kitölti a mandátumát, akkor töltse ki, akkor legyen itt, akkor dolgozzon. Mutassa, hogy azkor 18-ban, amikor 296 szavazattal többet kapott, mint én, akkor ő azt vállalta, hogy 4 éven keresztül végigviszi a választókerület ügyeit. Mert nem igazán látjuk őt az elmúlt időszakban, nem igazán hallunk róla, és nem igazán tudom, hogy mit tett az asztalra az elmúlt években. Szeretném, ha elszámolna a teljesítményével. És önöknek pedig ne legyen kétségük. A Fidesz az alapvetően úgy épül fel, hogy van a pártközpont, kitalálják az irányt, leginkább Orbán Viktor, és mindenkitől igazodást várnak. Gyakorlatilag egy fideszes egyéni országgyűlési képviselő az a Fidesz képviseli helyben. Én önöket szeretném képviselni ott, ahol a döntéseket hozzák. És vagyok olyan erős, és vagyok olyan kitartó, és vagyok olyan eltökélt és határozott, és vagyok olyan emberi, hogy mindig és minden körülmények között az embereket és önöket képviseljem. Nem a nagy tőként, nem a pénzt, nem a nem tudom kicsodát, háttérhatalmat, mert nem tudom miket találnak még ki, hanem csak is önöket. És borzasztó megtisztelő lesz számomra, hogyha önök úgy gondolják, hogy az előválasztáson én lehetek az ellenzék jelöltje, hogy utána megmérkőzzek a Fidesz jelöltjével. Kemény küzdelemre számítok, mindig minden ellenfelemet tiszteltem, és tisztelni is fogom, és ezt várom mindenkitől. És még egy dolgot szeretnék kérni. Ezt most leteszem az asztalra. Tudják, hogy szívügyeim a gyermekek. Rólam nem túl sok képet tudnak mutatni, amit gyermekekkel látszódom, pedig jó néhány gyermek otthonban ott voltam, és ott vagyok, és küzdök értük. Egyébként azért is kell megduplázni az idéskori nyugdíjminimumot, hogy ne 684 forint legyen az intézetes gyerekeknek a napi élelmiszer kvótájuk, hogy abból próbálják meg jól lakatni őket. Sok szociális támogatás múlik ezen az összegen.
Én az biztos, hogyha megnyerem az ellenzéki előválasztást, és éreztek a Fidesz kihívója, én le fogom tenni az asztalra azt a deklarációt, amiben benne lesz, hogy gyermekkel kampányolni tilos. Nem kampányolunk gyermekekkel. És én arra kérek mindenkit, már most mindenféle nyerés erőt, hogy próbálja meg ezt betartani, mert azt gondolom, hogy ez a józanész szabálya, és ez a jó érzésnek a szabálya is. Egyszerűen vannak határok, amiket nem léphetünk át, és számomra ez ilyen határ, úgyhogy felőlem, az én politikai ellenfeleim bármit csinálhatnak, őket csak kérni tudom arra, hogy a gyermekeket ne használják föl kampányeszközként, de én biztos, hogy be fogom tartani. Mert aki igazán szereti a gyermekeket, az nem kampányol velük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm szépen Bernadettnek. Rögtön találva éreztem magam, tegnap egy óvodai átadáson úgy rendeztük meg a játszóeszközök és az épület tetejének a kijavításának az átadását, hogy ott nem volt gyerek. De én szoktam gyerekekkel kampányolni az önök gyerekeivel. Azokkal a gyerekekkel, akik Magyarországot elhagyták. 800 ezer ember hagyta el ezt az országot az elmúlt 10 évben. Minden hatodik magyar gyermek külföldön, nyugaton születik, és mi azért dolgozunk Szélberedett is, és én is, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, ezek a nem olyan fiatalok is hazatérhessenek, hogy azok, akik akár kint születtek, mint az én hatodik és hetedik gyermekem is, azok itt lehessenek magyarok, és itt nőhessenek fel, és önök, mint szülők, nagyszülők, ne csak Skype-on tarthassák a kapcsolatot a gyerekekkel. Köszönöm szépen! Miniszterelnök jelölt úr, köztudott, hogy ön bizonyos témákban eltér a többi miniszterelnök jelöltől. Az egyik az a kék szalag, amit hord. A másik pedig, hogy azt mondta, hogy olyan kormányt szeretne, amiben nagyon sok szakember van. Ezt egy kicsit bővebben kifejteni? Igen, hát nagyon sokan óckodnak attól, hogy az ellenzéknek a hatpárti sokszínű volt amiatt sem, vagy éppenséggel az egyes pártok által 2010 előtt bemutatott kormányzati tevékenységük miatt nem bíznak egy újabb ellenzékből álló kormányba, és esetleg ezért óckodnak a Fidesz leváltásától, és én őket szeretném elsősorban megnyugtatni. Én biztos vagyok benne, hogy a hatpárti koalíció képviselői azok el fognak fogadni egy közös programot, de ennek a közös programnak a végrehajtására mindenképpen szeretném, hogyha szakembereket bíznánk. Olyan szakembereket kell megbízni ezzel a program végrehajtással, akik már az életnek bizonyos területein bizonyítottak, mint vezetők és mint szakemberek. Tehát elsősorban a szakértelmük és a vezetői tapasztalatuk, és ne a párt lojalitásuk határozza meg azt, hogy kiből lesz miniszter, vagy kiből lesz államtitkár. Én biztos vagyok benne, hogy egy ennyire színes hatpárti koalíciót, ahol nyilván alapvető ideológiai különbségek is vannak az egyes pártok között. Bennünket csak az alapértékek kötnek össze, hogy egy Európai Unió tag Magyarországon, jogállamban és demokráciában szeretnénk élni. Az összes többit nyilván majd a közös kormányprogramban fogjuk lefektetni. És ez a kék szalag, amit én is viselek a hajtókámon, de a szívemben is, az az elszámoltatás és korrupció ellenség kék szalagja, jelképe, amelyet már nagyon sok ellenzéki politikus is fölvett. És ennek a kék szalagnak az üzenete az az, hogy Magyarország csak akkor szűnik meg végre egy következmények nélküli ország lenni, hogyha most ezt a rendszerváltást, ezt kíméletlen elszámoltatás fogja követni. Vádalkúval eljutunk a legfőbb bűnösökig, föltárjuk, hogy ki mennyit profitált a letelepedési kötvényes migránsbetelepítés üzletből, a baltásgyilkos kiadásából, az időseknek beadott, de időseknek nem alkalmas kínai vakcinavásárlásból, a teljesen feleslegesen tízezrével felhalmozott használhatatlan lélegeztetőgépvásárlásokból, és még sorolhatnám az Elios botrányt, ugye, ahogy tudjuk, hogy még az Európai Unió szerint is egy csalássorozat volt, vagy a trafikmutyit. Tehát ezeket a sok-sok milliárdos csalásokat, ezeket fel kell deríteni. Persze, nyilván tudjuk azt, hogy nagyon sok bizonyítható szabálytlanság történt az önkormányzatoknál is. Azoknál természetesen úgy szintén eljárásokat kell indítani, de a cél az, hogy a legfőbb bűnösök mindenképpen rács mögé kerüljenek. Itt vagyunk a Célegyenesben, mától online lehet szavazni, és nagyon sokan nem tudják, hogy kell ezt elintézni, akár az online szavazást, akár a személyeset, honnan lehet tájékozódnunk. Hát elsősorban elnézést kell kérnünk azért, hogy egy egyébként várható, de a várhatónál is nagyobb támadás miatt
a szavazás rendszere leállt, leállították, biztonsági okokból ez csak hétfőn fogja a hat párt újraindítani, illetve az Ahang nevű civil szervezet, aki működteti a választási rendszert. Akkortól lehet majd személyesen is és online is szavazni. Nagyon jó munkát kívánunk a szakembereknek, kemény munkájuk lesz. Mind a két szavazási metódus, tehát a helyszíneket, ahol sátorban lehet szavazni, illetőleg az online szavazás mikéntjét, az előválasztás 2021.hu oldalról kérem, hogy nézzék meg, de természetesen az én Facebook oldalamon is megtalálhatják a szükséges instrukciókat, és hát más szervezetek, pártok is közé tették. Igyekszem mindenütt mindenkit buzdítani, hogy vegyenek részt az előválasztáson, mert 2022. áprilisa az országgyűlési választás valójában most az előválasztáson fog eldőlni, hogyha nem találunk olyan hiteles, konszenzusos jelölteket, akik még a bizonytalanokat is meg tudják szólítani, akik vidéken is képesek leváltani a Fideszt, akkor sajnos Orbán Viktor tovább marad. És nyilvánvaló, hogy ennek a magyar demokráciára, a jogállamra, a korrupcióra nézve végzetes következményei lesznek. Nem először jár Budaörsön. Miért jött el újra hozzánk? Hát nyilvánvaló, hogy ez egy jelentős település, nem csak polgármester úrnak hosszú, sok éves, évtizedes működése miatt, hanem a körzet miatt is. Itt Szél Bernadett az ellenzék jelöltje, őt is szeretném ezzel a látogatással támogatni. De az sem titok, hogy ezen a környékről nagyon sok támogatást kaptam már eddig is, tehát az én miniszterelnök jelölti kampányomban is számítok a budaörsiek szavazatára. Képviselőjelölt asszony, legyen olyan kedves, mondja el a televízió nézőknek. Már olyan sok mindent tudunk a jelöltekről. Egy dolgot nagyon sokan nem tudunk, nem tudnak. Hogy működik ez az előválasztás? Online, illetve helyiségekben? Egy hétig fogunk tudni szavazni online is, illetve élőben sátrakban is. Én a Facebook oldalamra kiírtam részletesen, hogy hol vannak sátraink, és hol várjuk Önöket napközben. Akinek esetleg ez kényelmetlenséget jelent, akkor online is megteheti. Nagyon fontos, hogy mind a két szavazáshoz szükség van személyazonosítást igazoló igazolványra. Ez nyilván lehet személyigazolvány, útlevél, lényeg, hogy fényképes legyen, és a lakcímkártyára. Ezt mind a két esetben be kell mutatni, és ezt követően lehet szavazni. Most következő héten két szavazatuk lesz, és arra kérem Önöket, hogy mind a kettő szavazatukat használják is el. Miniszterelnök jelöltet is választhatnak, illetve az egyéni körzetek a képviselőjére is tehetnek javaslatot. Utóbbi esetben arra kérem Önöket, hogy szavazzanak én rám. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Szél Bernadett vagyok, Pest 2 egyik ellenzéki jelöltje az ellenzéki előválasztáson, és azt szeretném kérni Önöktől, hogy jöjjenek el és szavazzanak az előválasztáson. Nagyon fontos, hogy kettő szavazatuk lesz az első szavazáskor. Az egyik egy egyéni jelöltre, a másik pedig egy Önök által kedvelt miniszterelnök jelöltre. Arra kérem, hogy használják el mind a két szavazatukat, és hozzák el magukkal a lakcímkártyájukat, illetve egy fényképes igazolványt, mert szükség lesz rá a szavazási sátraknál. Aki online szeretne szavazni, mert erre is van lehetőség, ő is gondoskodjon, legyen szíves erről a két iratról, és egy olyan elektronikus berendezésről, okostelefonról vagy számítógépről, amin webkamerán keresztül tud kommunikálni az előválasztást lebonyolító emberekkel, és arra kérem, hogy regisztráljanak be, hogyha online szeretnének szavazni. Nagyon megköszönöm, ha Pest 2-ben engem támogatnak, és nagyon megköszönöm, ha eljönnek és szavaznak. Vegyenek részt Magyarország történetének első előválasztásán. Köszönöm.